Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Meghatározó élelmiszeripari szereplő a szekszárdi Tolnatáj ZRT. Fábián Gergely államtitkár tett látogatást a társaságnál. Kábítószerkereskedelem. Tanúvallomásokkal folytatódott a tárgyalás. Díjátadás Dombóváron. Rendőrök, tűzoltók kaptak elismerést. Székely ételek, népviselet és zene. Ünnepeltek Kismányokon. Fábián Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára részt vett a szekszárdi Tolnatáj ZRT újonnan elkészült sajtüzemének bemutatóján. Az államtitkár hangsúlyozta az élelmiszeripar fontosságát. Fábián Gergely mellett a Tolnatáj ZRT-ben tett látogatáson részt vett Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere, Berlinger Attila, a Fidesz-KDNP polgármestere jelöltje, és Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője is. Az államtitkár úgy fogalmazott, az élelmiszeripar kiemelt stratégiai ágazat, amely nagyon fontos a vidék gazdaságának is. És nagyon fontos, hogy az élelmiszeriparunk versenyképes legyenek. Az ilyen technológiai beruházások, amelyek növelik a minőséget, növelik a hozzáadott értéket, kiemelten fontosak számunkra is. És jöttünk megünnepelni és átadni és megtekinteni az új beruházást. A Tolnatáj ZRT az egyik legnagyobb és legsikeresebb magyar tejipari cég. A sajtüzemet a Nemzetgazdasági Minisztérium több mint 1,3 milliárd forinttal támogatta. Én iparpolitikáért és technológiáért felelek. Itt megjelenik mind a két cél egyben, hiszen itt technológiai fejlesztések vannak, amiket mi támogatunk. Pályázók, mint a Tolnatáj adja be a pályázatot, modernizálni szeretne, és mi ebbe segítünk. Alapvetően a legjobb része a munkámnak, és az egyik legfontosabb része, hogy a cégekkel, akár helyben, de sok esetben Budapesten beszéljek, meglátogassam őket, felmérjem a problémáikat, és felmérjem azt, hogy miben tudunk segíteni mi, hogy versenyképesebbek legyenek. Horváth György elmondta, a cég a város legnagyobb foglalkoztatója és adófizetője, jelenleg több mint 500 embernek adnak munkát. Tavaly évben közel 71 milliárdos árbevételt értünk el, naponta jelenleg körülbelül 780 ezer liter tejet dolgozunk föl. Piacvezetők vagyunk egy jó pár termékben, például a trapista sajtban, ÉSZR tejben, szeletelt sajtokban, és hát 40 éve itt dolgozunk, reméljük, hogy a következő 40 évben is itt fogunk dolgozni. A vállalat 2019-ben indított egy 4 pillérből álló 16 milliárd forintos beruházást. Jelenleg elmondhatjuk, hogy 3-at lezártunk belőle, és a negyediket pedig reményeim szerint az ősz folyamán le fogjuk zárni, és hát nagyon bízunk benne, hogy utána bele fogunk tudni kezdeni az ötödikbe. A fejlesztések során az üzem nagy része megújult. Építettünk egy új sajtüzemet, teljes sajtvonallal, új fóliázóval, építettünk egy új sajt továbbfeldolgozó üzemet, benne egy több mint 700 tonnás érlelőkapacitással, a hozzátartozó légtechnikával, hűtéstechnológiával, porszánszerrel, és ezen kívül építettünk még egy új több mint 5000 négyzetméter területű raktárt, amiben 3 különböző dolgot tudunk raktározni, UAT termékeket, borított termékeket és csomagolóanyag. A Tolnatáj ZRT fő fókusza a hazai piacon van. Fontos számukra a helyi közösségek támogatása is. A tanúvallomások ismertetésével és új tanúk meghallgatásával folytatódott annak az ügynek a tárgyalása a szekszárdi törvényszéken, melynek vádlottja egy éven át terjesztett kábítószert és új pszichoaktív anyagot saját szekszárdi házában. A vádirati tényállás szerint a vádlott egy éven át kereskedett zen, biofű és varázscigi néven emlegetett új pszichoaktív anyagokkal és kábítószerrel. A dohányt összekeverte vagy átította a hatóanyagokkal, majd alufóliába csomagolva értékesítette azt saját házánál. Az átadás átvétel jellemzően nagyon rövid idő, 1-2 perc vagy 5-10 másodperc alatt. Az egyes számú tanú alkalmanként 1-2 gram tömeget vásárolt, összesen körülbelül 350 grammot, grammonként 1000 forintért. A 350 grammból 30 grammot 3000 forint per gram áron vásárolt, ezért 90000 forintot fizetett, a maradék 320 grammért 1000 forint per grammot, azaz összesen 320000 forintot adott át
A vádlottnak így összesen 410 ezer forintot hagyott nála. A vásárlók előzetesen telefonon beszéltek a vádlottal, amelyeket a nyomozás során a rendőrök lehallgattak, és azok átiratait a bíróság részére átnyújtották. Ezeket a tárgyaláson dr. Bertaldó András ismertette. A beszélgetések tartalmára rátérve, dátumokat nem említek, azt már elmondta a tanú, hogy a percek jelentették az adagot grammot. Március 4-én 5 perc, 6-án 2 perc, újabb, 6-án megint egy újabb alkalommal 3 perc, 26-án is 3 perc, április 1-én egy 4-es és egy 2-es, 20-án 20 perc. Kiemelem a 2022. május 27-i telefonbeszélgetést, amikor azt közölte, hogy kifogyott, most próbál intézkedni, és később visszahívja. És már este visszahívta azzal, hogy most indul haza Komlóról, és maximum egy óra, és otthon lesz. Az ügyben korábban már számtalan tanút kihallgattak, a mostani ülésre azonban többen rendőri intézkedés ellenére sem jutottak el, ezért korábbi vallomásaikat a bíró összesítette. A 6-os számú tanú a telefonbeszélgetés során figyelmeztette a vádlottat, hogy ne adjon az ***nek, mert rosszul lett, gatya van az egész falunak, rendőrök és mentők szedik össze mindenhonnan. Igazságügyi vegyész szakértőket is bevontak a tárgyalásba, az általuk adott tájékoztatás megerősítette az új pszichoaktív anyagok tényét. Az ügyben ítélet nem született. A Rosszatom gépgyártó részlege az Atom Energomás Szentpétervári üzemében megkezdődött azoknak az öntvényeknek a kovácsolása, amelyekből a Paks 2 atomerőmű 5. blokk reaktortartályát fogják elkészíteni. A jövőben ezekből az öntvényekből készülnek el a reaktortartályt alkotó hengeres részegységek, köztük az alsó és felső csonggyűrű, amelyeknek megmunkálása után azokat összehegezte jön létre a reaktortartály. A kovácsolt részegységeket a Szentpétervári gyárban készítik el, amely Európa egyik legnagyobb automatizált kovácsoló üzeme. Ezeket aztán speciális, nagyméretű alkatrészek gyártására alkalmas karusszel Esztergom gépeken munkálják meg. 500 millió forintos támogatásban részesült Bonyhád város Malom óvoda infrastrukturális korszerűsítésére benyújtott TOP Plus pályázata, jelentette be Filóné Ferenci Bolya, a település polgármestere Facebook oldalán. A beruházás eredményeként többek között megvalósul az intézmény komplex energetikai korszerűsítése, a nyílászárók és a fűtési rendszer cseréjétől a hő- és födémszigetelésig. Megújulnak a csoportszobák és a melegítő konyha, továbbá udvarrendezést és eszközbeszerzést is lehetővé tesz a pályázat. Hiánypótló fejlesztésként egy új tornaszobát is építhetnek. Potápi Árpád János államtitkár Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hivatalos látogatást tett Lezsák Sándorral, az országgyűlés alelnökével Mongóliában. Többek között jártak Magyarország Ulánbátori nagykövetségén, megtekintették a Genghis Khan Nemzeti Múzeumot és részt vettek a Transaltái Fenntarthatósági Párbeszéd című rendezvényen. Potápi Árpád János a Nyugat-Mongóliában fekvő Gobi-Altáj megye külögyi vezetőjével, Gambat Erdenével is tárgyalt. A képviselő azt írta, Nyugat-Gobi szeretné szorosabbra fűzni kapcsolatait Tolna vármegyével. Elismerték a dombóvári rendőrök és tűzoltók munkáját egy díjátadó ünnepség keretében. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere is köszöntötte a jutalmazottakat. Először Ignác Rihárd dombóvári rendőr zászlós munkáját méltatták. Bűnüldözés érdekében végzett kiemelkedő szolgálatellátásának elismeréseként kapta meg a díjat. A kitüntetést én úgy gondolom, hogy a úgymond állandó, magas színvonalú szakmai munkám miatt érdemeltem ki. Eléggé terhelhető vagyok, eléggé bonyolult ügyeket viszek, úgymond így az alosztály szintén a legkomplikáltabb ügyeket szoktam én feldolgozni. Igazándiból a tavalyi év is az előző évekhez képest ugyanolyan nehéz volt, hanem még nehezebb, rengeteg az internetes bűncselekmény, csalás, ebben a kibertérben elkövetett bűncselekmény, és javarészt ezeknek a nyomozásával foglalkozom. Pic Gábor munkáját is jutalmazták, a rendőr a tavalyi évet különösen megterhelőnek és kihívásokkal telinek érezte. Én ugyebár az igazgatás rendészeti alosztályt vezetem, alapvető feladatunk a szabálysértés eljárásoknak a lefolytatása, illetőleg az engedélyügyi tevékenység, a vadászokkal foglalkozunk, illetve személyes vagyonőr ügyeket intézünk. A szabálysértés ügyekben sajnos emelkedés mutatkozott a tavalyi év során, amit úgy is gondolom, hogy nagyon sok fokozott ellenőrzés történt itt a közutakon,
és ennek köszönhetően emelkedett a szabálysértés ügyeknek a száma. A rendőrök után a tűzoltók soraiból Karádi Attilát emelték ki. Nagyon nagy káresetek nem történtek, hanem ezek a szokásos, úgymond mindennapos, tehát a rendszeresen előforduló káresetekhez vonultunk. Persze nagyobb káresetek is voltak, tűzeseteknél, lakástüzeknél, háztüzeknél kellett beavatkozni. Ez mondható a legkomolyabb káreseményeknek, illetve műszaki mentések során a baleseteknél, hát több balesetnél is sajnos be kellett avatkozzunk. Dombóvár polgármestere fontosnak tartja a díjazást, elmondta, ez nem csak a kiemelteknek jelentős, hanem a közösségnek is, aminek ezáltal példaképei lesznek. Évrébe örömterült Szentgyörnap környéken, majd az azt követő napokban kerül átadásra Dombóvár közbiztonságáért díj és az év kistérségi rendőre. Mi ezt a kihívást nagyon komolyan vesszük, hiszen amikor a társulás úgy döntött, hogy ezt a díjat megalapította, akkor azt gondoltuk, hogy azokat az elkötelezett rendőröket minden évben el kell ismerni, akik kiemelkedően végzik munkájukat. Azt gondolom, mindkét szervezetnél, mind a tűzoltóságnál, illetve katasztrófavédelem, illetve rendőrségnél szükség van arra, hogy mindig az átlagnál jobb teljesítményt nyújtó embereket elismerjük, kitüntetésben részesüljenek. Rendőrök és tűzoltók egyaránt áldozatkész kihívásokkal teli munkát végeznek. Ne felejtsük el a mindennapokban is megbecsülni, értékelni őket. A Székely Népviselet napját ünnepelték Kismányokon. A színes kulturális program kikapcsolódást nyújtott kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Böte István, Kismányok polgármestere elmondta, ez már a harmadik alkalom, hogy megrendezték az eseményt, ami nagy népszerűségnek örvend. Évről évre programokat nyújtanak a család összes tagjának. A gyerekeknek lent a Székely portán felállítottunk egy kis kézzel tekeretős körhintát, kézműves foglalkozásokat tart a Kercsó család, illetve Bátaszékről jött a Szegedi Dezső, ő pedig ilyen kis egyszerű népi játékokat mutat be és lehet kipróbálni nála, illetve a Csűrben felállítottunk egy kis mozit, ahol ilyen székely vicces meséket lehet nézegetni. A színes előadásokat az este végén egy szokásos táncházzal zárják. Úgy szokott ez történni, hogy ugye először aki kiáll a színpadra, bemutatja a viseletét, honnan érkeztek, bemutatkoznak, és akkor igen, zenés-táncos program, illetve most Szászvárra jött egy csoport, ő egy színdarabot fog bemutatni. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke beszélt a viseletről. Amikor az ember azt felhúzza, megváltozik vele viselkedése, egyénisége is, valamint ősei előtt tiszteleg. A bukovinai viseletekkel kapcsolatban ugye volt a hétköznapi viselet, aminél egyértelmű volt, hogy olyan jellemzők voltak, például a kendőnek a megkötése például, akkor maga az anyaga is olyan volt, amit mélyes napú, tehát mindennapi használatra használtak. Illetve volt az ünnepi viselet, ugye ami favirágoskor szoknyától kezdve, tehát lehetne sorolni. A székely ruhadarabok színvilága tükrözi a hölgyek korát is. Piros, tehát az élénk szín, piros ugye minél fiatalabb volt, a kislányok ugye azok hordták tulajdonképpen azokat a színeket, és ahogy idősödött, akkor minél inkább sötétebb volt az a hímzés, például a szedettingről beszélve, és ahogy már tényleg nagyon idős volt, akkor már csak fehérbe jelentez meg. Tehát a kornak megfelelően mindenképpen, tehát ugyanúgy a szoknya hossza is. A viseletnapja különleges értékrendet és hangulatot hordoz, amit a fiatalabbaknak érdemes és hasznos megtapasztalni. Szedeli Janka Bianka, a Tolnavár megyei szakképzési centrum, Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola, végzős cukrász tanulója, a szakma kiváló tanulója versenyen második helyezést ért el. A diák összességében 320 induló közül állhatott fel a dobogó második fokára. Az országos teszett szemétszedési program keretében a tolnai ovisok és szüleik, az idősek napközijének csapata és a civil szervezetek képviselői megtisztították Tolna utcáit.
Berta Zoltán Tolna alpolgármestere közösségi oldalán azt írta, köszöni Steinbach Zsolt szervezését, a Telena Kft. Közreműködését és Babos Béla vendéglátását. Példaértékű volt az összefogás, hiszen olyan környezetben élünk, amilyet teremtünk magunknak. Ágics Péter 90 plusz 7. percben szerzett büntető góljával nyert, és folytatja menekülését a kiesés elől a szekszárdi UFC NB3 délnyugati csoportjában szereplő labdarúgó csapata. A vármegyeszékely együttese számára kritikus volt a 3 pont megszerzése a Gárdony-Agárdi gyógyfürdő alakulata ellen, hiszen 2 pontra vannak a kiesést jelentő 15. pozíciótól. A pontvadászatból mindössze 4 mérkőzés van hátra. Első alkalommal rendezték meg Szekszárdon a Matthias Corvinus Kollégium ARS középiskolás tehetségszüretet. Az esemény közel 200 magyarországi és határon túli fiatal részvételével és neves zsűri közreműködésével zajlott le. Az idei tematika I. és Gyula Haza a magasban című verse alapján a magyarságtudatot igyekezte erősíteni. A diákok 27 Matthias Corvinus Kollégium központból, Magyarországról, Felvidékről, Erdélyből és Kárpátaljáról érkeztek a középiskolás tehetségszüretre Szekszárdra. 163 diák összesen 78 színpadi produkciót hozott el hozzánk, 85 olyan volt, ami nem színpadi produkció, 26-an előadó művészeti kategóriában léptek színpadra, 13-an táncművészeti kategóriában, és 40 zeneművészeti kategóriás produkciót láthattunk az elmúlt 2,5 nap alatt. 44 fő készült valamilyen irodalmi jellegű alkotással, illetve 41 fő nevezett képzőművészeti kategóriában. Böröc Máté úgy fogalmazott, szerették volna, hogy az intézmény missziójához, a nemzettudat erősítéséhez hozzájáruljon az esemény. Örömmel mondhatom, hogy mindazonáltal, hogy a diákjaink a művészeti vénájukat is meg tudták csillantani, remek kovácsoló hatása volt, tehát közösségkovácsoló hatása volt az eseménynek. Itt azért voltak kiegészítő programok, művészeti kvíz, egyéb elméleti megmérettetések, és mind-mind nagyon jól sikerült. Asztalos Kata, a zsűri elnöke szerint a produkciók büszkeséget jelentenek az MCC-nek. A tudás az önmagában én azt gondolom, hogy nem elég. Nagyon fontos mellette a közösség, és azok a diákok, akik a művészeti téren tehetségesek, ők olyan érzelmi intelligenciával is rendelkeznek, ami ezt a közösséget nagyban előre viszi. Elmenni egy vasútállomásra, és nem szállni fel semmire, csak nézni, ahogy Szeged felé a gyorsvonat, mert egy órára késik. Morvai Levente egy slam poetry elemeket tartalmazó előadó művészeti produkcióval készült, amelyben helyet kapott Cseh Tamás, József Attila, de például Azaria is. Ahogy haladtam tovább és próbáltam megformálni ennek a gondolatiságát, kerültek bele szépen fokozatosan más magyar, elsősorban irodalmi, de átfogóan popkulturális elemek is, és egy olyan világot próbáltam alkotni, ami alapvetően szól a művészetnek a jelentőségéről, a fontosságáról és tulajdonképpen az alkotói folyamatról. A győztes diákok tanulmányúttal gazdagodnak. A képzési központ bízik benne, hogy a jövőben is tudnak hasonló tehetségszüretet rendezni. Regionális híreink következnek. FIVOS Business Summit. Baranyai Fiatal Vállalkozók Konferenciája Pécsen. Bonbon. Körtepálinkás édességet készítettek a siófoki végzős cukrászok. A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége Baranya Business Summit címmel konferenciát rendezett Pécsen a Vármegyei Önkormányzat dísztermében. Egy éve indult a FIVOS Baranyában, és Csizmadia Péter fideszes polgármester jelölt mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse, támogassa a fiatal vállalkozásokat. Baranyában van összefogás a fiatal vállalkozók és a térségi szereplők között. Ezzel a gondolattal nyitotta meg Őri László Baranya vármegye elnöke, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége, a Baranya Business Summit fővédnöke a konferenciát. Ezt a trendet, amelyel az elmúlt 30 évet a térség elveszítette, ezt megfordítsuk.
két fővonala volt a Baranya Business Summit rendezvénynek. Az egyik a Baranya vármegye és a környező régió gazdasági kilátásai, és egy női kerekasztal beszélgetést terveztek még a konferenciára. Mrázik Csaba, a FIVOSZ baranyai elnöke a vállalkozók összefogásában hisz. A legfontosabb az, hogy meglegyenek azok az üzleti kapcsolódások, amivel tudunk segíteni egymásnak, akár tanácsadással, akár közvetlenül üzletelni egymással, és ezt próbáljuk minél szorosabbra fogni, úgymond, hogy adjunk teret az ismerkedésnek, a networkingnek, illetve hogy megismerkedjenek egymással a baranyai vállalkozók. Csizmadia Péter, a polgári oldal polgármester jelöltje elmondta, egy éve határozták el, hogy felélesztik a Fiatal Vállalkozók Szövetségét Baranya vármegyében. A fideszes polgármester jelölt ezt örömmel vállalta, hiszen ha segíteni kell, akkor ő azt mindig szívesen teszi. Bármilyen módon segíteni tudok a pécsi vállalkozóknak, baranyai vállalkozóknak, főleg a fiataloknak, akkor nagyon szívesen veszek ebben részt, rám ebben mindig számíthatnak. Azóta olyan körülbelül negyed évente tartunk egy rendezvényt, ahol igyekszünk megvilágítani a helyi vállalkozók lehetőségeit, kitörési pontjait, illetve összehozni azokat a fiatalokat, vagy talán kevésbé fiatalokat, akik kapcsolatot tudnak létesíteni egymással, és akár egymásra támaszkodva is előrébb tudnak lépni, ezzel is segítve, hogy építhessék a vállalkozásaikat, fejlődhessenek, végső soron minél több munkahelyet teremtsenek, illetve önmaguk is sikeressé váljanak. Ezek a programok nagyon népszerűek voltak, különböző tematikával indultak, és azokat a vállalkozókat hívták meg, akik múltjuk és az érdemeik alapján nagy tapasztalatra tettek szert. Tudtak újat, hasznosat mondani a fiataloknak, tette hozzá Csizmadia Péter, Pécs fideszes polgármester jelöltje. Fontos lenne pedig, hogy minél többen válasszák ezt a pályát, hogy önerőből felépítsenek fel valamit a saját maguk és a családjuk boldogulása érdekében, hiszen kell az utánpótlás, látszik, hogy kezd kiöregedni egy vállalkozói garnitúra, az ő helyüket át kell, hogy vegyék a fiatalok, lépjenek be ők a piacra, legyenek ők az új foglalkoztatók, és legyenek ők azok a foglalkoztatók, akik az utánok jövő generációnak is munkát tudnak adni. Ez Baranya és Pécs érdeke. A jobboldali polgármester jelölt ebben a munkában segíti a fiatal vállalkozókat, és bízik az eredményben is. Körtepálinkás bombont készítettek a Siófoki Szakképzési Centrum Kródi Gyula Technikum és Gimnázium végzős cukrászai. A teszták, finomítások hetekig tartottak. Leányvári Krisztina és tanulói azt remélik, a zsűri tetszését is elnyeri majd a különlegesség a Gyulai Pálinka Fesztiválon. Megnézzük, hogy hány fokos a csokoládé. 28-20 megy lefele. Egy filmélmény és egy versenyfelhívás indította el a Kródi cukrász hallgatóit, hogy különleges bombont alkossanak tanáruk segítségével. A Gyulai Pálinka Fesztiválra készítettek egy különlegességet. Ugyanakkor a csapatnak még a legelején meg kellett oldania egy fontos problémát. Nehéz összetenni a pálinkát magát, mint alkoholt, egyrészt ezért, másrészt meg, hogy folyadékként bele kell tennünk a bombomba. Úgyhogy nagyon sokat készültünk rá, és nagyon sok változatot csináltunk, körülbelül 4 hetes munkánkat öleli fel, ugye velük egy héten egyszer van órám. 4 hét alatt először is kerestünk egy pálinka főzdét, aki nekünk pálinkát fog biztosítani. Kétfélét csináltunk, gondolkodtunk a körtébe és az almába, végül a körte mellett maradtunk egy kardamomos körte töltelékkel, és ehhez ennek a pálinka főzdének a körte pálinkáját választottuk. Ami és kihívás és nehéz volt számunkra az, hogy ez a körte pálinka hogy kerüljön bele. Próbálkoztunk azzal, hogy beletesszük magába a körte töltelékbe, azonban kesernyésé tette a tölteléket, így arra a megállapításra jutottunk egy hirtelen vezérelt ötlettől, hogy mi lenne, hogyha a molekulális gasztronómiát hívnánk most mi segítségül. Ehhez azért nem árt, ha kémia órán is figyeltünk valamennyire, mondják a diákok. A pálinkát föl kell forralni egy adott hőmérsékletre, ahol is hozzátettük a szódiumalginátot, ami lényegében bezselésítette ezt az egész pálinkát, és egy ilyen zselés jelleget adott neki, és két különböző tálvízbe az egyik össze volt keverve kálcium laktáttal, ami lényegében adott ennek az egész zselés pálinka zselének egy ilyen külső burkot. A csapatban mindenkinek megvolt a maga rész feladata, amiért felelt és amit tökéletesített. Akadályok pedig bizony voltak bőven, amivel szembesülniük kellett a projekt során. Talán amikor kicsinyíteni kellett a csokit, mert mire rájöttünk arra, hogy ezt hogyan kéne megcsinálni, rengeteget szenvedtünk. Kipróbáltuk azt is, hogy az edénynek a hátuljával, aztán tanárnő a kezembe adott egy ilyen nyomóformát, és így oldottuk meg.
Csokoládéval dolgozni egyébként sem egyszerű feladat, hiszen a hőmérséklet rendkívül fontos a munkafolyamatok során. Bár az iskolában a cukrászok már tanulnak bombonkészítést, az órai lehetőségek korlátozottak. A csapat azonban mindenből kihozta a maximumot. Mi most egy polikarbonát formából öntött bombont készítettünk, ugye egy korpuszt, de van ennek egy nyomozsákkal készített fajtája. Elég könnyen el tudják sajátítani, meg kell velük szeretetni. A csokoládét egyébként is szeretik a gyerekek, úgyhogy szerintem nem nehéz. A Gyulai Pálinka Fesztivál május 17 és 19-e között várja az érdeklődőket, ahol kiderül, melyik alkotás lett az év pálinkás bombonja. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Meghatározó élelmiszeripari szereplő a szekszárdi Tolnatej ZRT. Fábián Gergely államtitkár tett látogatást a társaságnál. Kábítószerkereskedelem. Tanúvallomásokkal folytatódott a tárgyalás. Díjátadás Dombóváron. Rendőrök, tűzoltók kaptak elismerést. Székely ételek, népviselet és zene. Ünnepeltek Kismányokon. Kedden a nap nagyobb részében folytatódik a derült, illetve napos, fátyolfelhős, nyárias időjárás. Időről időre felélénkül a délkeleti szél, míg az ország nyugati, délnyugati felének nagy részén olykor erős lökések is kísérhetik. Éjszaka is hasonló marad az időjárás. A szeles területeken erős marad a szél. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!